Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket az ima két hetünk tizedik napján, január 17-én. És arra hívlak titeket, hogy ma imádkozzunk a vezetőkért és a szolgálattevőkért. Itt most elsősorban a gyülekezetünk és az egyházunk vezetőire, és itt a mi közösségünk szolgálattevőire gondolok. És gondolkodtam azon, hogy mit is kérhetnénk Istentől. És eszembe jutott Salamon története, aki amikor trónra lépett, akkor tulajdonképpen egy dolgot kért, hogy képes legyen különbséget tenni jó és rossz között, és azt úgy szoktuk emlegetni, hogy bölcsességet kért. És a mai alkalomra kijelölt ige is erről szól, Jakab levelének első fejezetéből a 5. vers így szól: ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Gondoljunk arra, hogy tényleg mennyi bölcsesség kell ahhoz, hogy vezetőként helytálljunk. Mindannyian vezetők vagyunk a családunkban, vagy valahol egy munkahelyen, de itt most persze elsősorban a gyülekezet vezetőire gondolunk, a lelki pásztorunkra, a gyülekezet vezetőre, az előjárókra, és azokra, akik a szolgálatban vállalnak vezető szerepet. Bölcsesség kell. Valahányszor azon gondolkodom, hogy mire lenne szükségem ahhoz, hogy helytálljak, akkor én is mindig a bölcsességet kérem elsőként. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk a vezetőkért, imádkozzunk azokért, akik szolgálatot vállalnak, hogy bölcsen és Isten akarata szerint végezzék a munkájukat. Szép napot kívánok nektek, Isten áldását!